Na, a végső egy perchez elérkeztünk. Fú, akkor gyorsan nem tudom a gondolataimat. Egyébként fantasztikus volt, óriási kaland, ez a két év valahogy eszméletlen módon elrepült. Szombaton érkezni fog az összefoglalóm róla, szóval ott legtöbb dolgot el fogom mondani, de még egyszer ki szeretném egyébként hangsúlyozni, hogy, és ez most magamra irányul, ne haragudjatok, de óriási köszönet, hogy velem tartottatok Chapter 2-ben, ugyanis a csatornám, YouTube például, Twitch-et nem tudtam annyira visszanézni, 55 ezer feliratkozóval, 116 ezerre nőtt. Szóval nekem ez egy óriási kaland volt. A Chapter 1 megalapozta az egészet, a Chapter 2 megkoronázta és rárakott egy cseresznyét, és nagyon izgatott vagyok, hogy mit fog nyújtani a Chapter 3. Remélem, hogy tényleg jól szórakoztatok, remélem, hogy élveztétek ezt, és remélem egyébként, hogy a Chapter 3 még nagyobb élményekkel fog minket gazdagítani. Én el voltam, de ez most már elég volt. Azt akarom, hogy az Epic mutasson valami óriási, gigantikus nagy dolgot. Teljesen új metát, új mechanikákat, új pályát, és semmi sűrje meg az a pálya. Hopp, ugyanaz a veszélyjel, mint a Chapter 1-en, Chapter 1-es Evennél. Megszűnt valami, bár nem vagyok benne biztos, hogy mi. Változnak a dolgok. Cube Queen nevet. Jó. Ezt szerintem sem feliratozzák. Wow. Oké. Aktiválja egyébként az aranykockát? Csak én vagyok. Jó, nem itt vannak alattam is. Mindenki ott elől van egyébként. Lehet, hogy lesz valami nagy action. Pali, az te nokkolódni fogsz. Ott van, knocked out with great fall. Hogy lesz ilyen szerencsétlen? Még el se kezdődött, még hozzánk sért a király, te meg meghalsz. Várjál, eltűnt. Vagy az ő. Jó, ez szerintem nagyon fog tüsszenteni. Vigyázzat. Bár ha engem is innen le fog lökni. A végső realitás a kezében van. Oké, valószínűleg egy kis visszatekintés. Itt van az UFO. Mögöttünk ott van még? Ott van pedig. Azok egy másik UFO. Hopp. Ajjaj. Kicsi Star Wars event feeling amúgy. Mi folyik itt? Hát nem bírom összekötni a szálakat, de tetszik, amit látok. Lövöldöznek. Taka. Hú, ez teljesen át fogunk csöppenni valahova. Jézus. Jól néz ki. De ennek van bármit szél, hogy ezek repkednek? Haló. Egyet lelövünk. Szuvenír, visszük magunkkal. Ej. Full damage, srácok, full damage. Töltök föl shieldet, egyébként tényleg rendes parázok, hogy meghalok. Mi a franc van olyankor? Ez még csak az előjáték pedig. Semmi is, meg gyermekeim. Még tejet is hoztam a teához. Csak érezd a törődést. Én jó fej voltam hozzád mindig. Milyen jó kis beat megy alatta. Nem mutass kegyelmet. Ebbi baj lesz, gyerekek. Ebbi baj lesz. Nagyon nagy a build-up egyébként. Most lesz Super Saiyan. Újjaj. Elrabolnak. Nem. Csak elve... Na, hát nagyon jó. Hát nincs fegyver, de van kertékör. Aha. Jó. Gyerekek. Jó volt velük. Jó, azok fékhalálok, azok biztos fékhalálok. Vagy nem tudom, miket menekülök. Nem akarok kockáztatni. Aha, aha. Nem, én nem veszem be. Ezek olcsó trükkök egyébként. Csak nézzük a világ pusztulását, és közben mosolyogunk. Annyi a lényeg egyébként, hogy csak élvezd. Hipst, haver.
Ments már meg! Ne! Kevin! Hát ez nem... Nem volt valami strapabíró. Jaj, de halk. Itt van Dr. Swan, nagyon jó. Keltsd föl. Hopp. Tudod, mi történik a hősökkel? Meg akarják ölni. Nem személyes. Szegény Pali. Aj, de halk. Aj, le van véve a cinematic hangerő. Észnél van. Ott van a vizitor, a Rock. The Rock Johnson. Ó, Istenem, de miért ő az? Ó, de cringe. Öljétek meg. De miért ő? Persze. Nem elég, hogy a film, minden filmben ott van, még a Fortnite-ban is legyen itt. Nem merem már hangosítani, az a baj. Hát menjünk a másik oldalra. Nagyon klisés. Pont megúszták. Ki az egy lövéssel négyet eltüntetett? Az komoly. Oké, valamit aktiváltak. Második fázist aktiváld. Milyen event egyébként cutscene-t kapunk közben? Ez új. Ez nagyon új. Ennyi volt, gyerekek. Ezt mi is megbírtuk volna csinálni. See you on the other side. Itt van az összes visitor, mi? Na végre, édes Istenem, ne haragudjatok, egyszerűen... Miért van külön a cinematicnak a hangja, meg a játék hangja? Ja, azt hiszem, én vagyok a visitor. Ne haragudjatok érte, de menet közben meg nem mertem nyomni az escape-et, vagy fölvegyem. És milyen vagány helyen vagyunk. Vicces az ATR futni, á, megszoktam. Mindennapos. Hihetetlen, be van programozva egy NPC az eventre. Meg cutscene is van. Ez az epic, az mindig fölül múlja magát. Én leszek az első. Én azt hittem, felszállunk rá. Tud egy másik utat. Jones ordított, hogy guys. Bajban van szerintem, de mindegy. Őt hátra hagyjuk. Forrók a szélei, oké. Ez a szigetnek a közepe. Kapott egy jobbost. Itt van Jones. Hol van a fegyverem? Belejtett a zero pointba. Good, you made it. And you brought the loopers. The surface is lost, but we should be safe here. You call this safe? It'll hold. Jó van, az gyerekek, nincs más opciónk. Ajj! Well, what about that? Az szerintem nem kellene, hogy... Ja, mindegy. Nem értek hozzá.
Biztos, hogy van egy terv része. Vettünk egy mély levegőt előtte. Don't worry. De jó. A világ legsötétebb skinjébe vagyok. Így úgy elfogunk, és ez tényleg ki lett lékelve. Úgy beleolvadunk a környezetbe, gyerekek. Megúsztuk. Várja, tudunk valamit csinálni? Nem. Wow. Hát ez tényleg egy az egybe leszpoilerezték, de valahogy szebb egyébként így a saját képernyőmben látni, vagy in-game. Szóval nem bánom. Ez gyönyörteli amúgy, basszus. Azt a mindenit. Pappa! Minden emlék oda. Az egész chapter 2. Ennyi volt. Elúszott, gyerekek. Bam. És ott a sivatag. Ez nagyon chapter 1 pályának néz ki. Annyira talán nem. Nem tudom, nehéz innen megmondani, az baj. Az a sivatag az nagyon ilyen Mexikó. Ajaj. Az baj, az baj. És most vége. Aha. Ott vagyunk, gyerekek. Ott valamibe kapaszkodunk, az utolsó reménybe. Wow, na jó, hát kicsit szomorú egyébként, hogy tényleg, hogy a viharba spoilerezhették, meg leakelhették ki az eventnek a végét. Hát örülök, hogy nem az egészre vonatkozott. Ez eléggé szép volt, tényleg 10 perc hosszúságú. Oh, wow. A fekete lyuk királya volt amúgy, mert ott sokkal nagyobb misztikum volt olyan. Itt már tudjuk, hogy lesz valami egyébként. De ennek ellenére nem volt rossz. Tetszett egyébként, hogy volt egy ilyen kis cutscene is bennem. Csak azt bánom, hogy aznak a hangereje az nem létező volt. De ja, köszi szépen. És egyébként ne felejtsétek a Sunshine-on a karácsi kollekciót, de mindegy. Köszi egyébként mindenkinek. Tényleg a figyelmet a Chapter 2-ben.